Alapításának 60. évfordulóját ünnepelte a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata. A kerek évfordulót könyvbemutatóval, díszelőadásokkal, alapítók közötti baráti beszélgetésekkel tették emlékezetessé. A jubileumi rendezvény díszvendége volt ugyanakkor a Budapesti Nemzeti Színház, amely legfrissebb produkcióját, a Tamási Áron Vitéz Lélek című darabját hozta el a szatmárnémeti közönség elé. A Nemzeti eddig mindössze egyszer 20 évvel ezelőtt vendég szerepelt a Párciumi városban. 1953-ban a Kolozsvári Színművészeti Egyetem akkori végzőseiből alakult meg Nagybányán a Szatmári Fiatalok néven is emlegetett legendás színházteremtő társulat. Azok közé, a ritka kezdeményezések közé tartozott ennek a lelkes csapatnak az indulása, amit az egész erdélyi magyar közösség a magáénak érzett, beleértve az értelmiségét is, és nem véletlen az, hogy az induláskor Kányádi verset írt ehhez a csapathoz, amiben ezt a vállalkozókedvet, ezt a vállaló kedvet ünnepelte meg, és buzdította őket, hogy ezt megőrizve új és új kulturális értékeket hozzanak létre. A társulat 3 év múlva átköltözött Szatmárnémetibe. A színház alapítók az akkori erdélyi magyar színjátszás élvonalába tartoztak. Harag György művészeti vezető idejében az 50-es évek végén a színpadi játékokkal mindenkit lenyűgöztek. Ezek a jelentős pillanatok a 60 éves évfordulóra kiadott könyv is megjelentek. Az Anna Frank naplója. Hát ezzel elekesen ma országos színházi versenye első díjat nyert. Csíki András ugyancsak az Anna Frank naplójával van a főszerepért, harmadik díjat nyert. Ugyanebben az évben, Bukarestben országos színházi versenyen Baranga Kerge Birka előadása első díjat nyert, az előadás. Tehát az a munka, amit elkezdett Nagybányán Harag György, az ezekben az években érett be. A társulat alapítók és az örökös tagok közül többen is jelen voltak a kerekévfordulós eseményen. Kezdjem talán a Rút Kiskacsával, az rögtön 74-ben, 73-ban jöttem ide, és ez 74-ben került a színpadra, és hát ezzel óriási sikerünk volt. Én a Mulett hölgylányát játszottam, nagyon-nagyon aranyos, jó kicsi szerep volt, nagyon szerettem, és hát nem tudom, közel 200 előadásunk volt belőle, rengeteget turnéztunk vele. Hát ez volt az első olyan nagy élmény, amikor én tulajdonképpen a színházzal is, meg a közönséggel is kapcsolatba kerültem. A jelenkori Szatmárnémeti Magyar Társulat 20 éve viseli alapítójának, Harag Györgynek a nevét. Ma a színtársulat Erdélyben a legmagasabb nézőszámmal büszkélkedhet a magyar színházak körében. Köszönhető az elődeinknek is. Ők voltak azok, akik elkezdték ezt a közösséget kinevelni, a maguk pártjára állítani, és egy ilyen színház rajongó közönséget összehozni, létrehozni. A társulat Máramaros és Szilágy megyékben is rendszeresen színpadra viszi a darabjait, de számos kelet-magyarországi színházrajongó is bérletet vált az előadásokra. Évente mintegy 40 ezeren tekintik meg a produkciókat. Bérletünk van több éve, és szívesen jövünk. Nagyon jó a társulat, most nagyon megújult, ugye? Nem is ismerjük már a színészek egy részét, de most ez az előadás is nagyon tetszik. Színvonalasak, lelkesek. Által minden bemutatóra el szoktunk jönni a Szilásságon, és nagyon érezzük magunkat itten a társulattal. Ők is sokat segítenek a Párciumi Díjas Színjátszó Fesztivál lebonyolításában. Az én hűségem idához, a rangos évfordulóra a Budapesti Nemzeti Színház is meghívást kapott. Ők úgy érzik, hogy ilyen eseményeken együtt kell ünnepelniük a külhoni magyar társulatokkal. Ebben az évben a kárpátaljai Beregszászon és a felvidéki Komáromban is vendégszerepelnek majd. Ez a dolgunk,
ettől vagyunk többek között Nemzeti Színház. Összefogjuk ezeket a területeket, és az előadást ismerve, tartalmát ismerve, én úgy gondolom, hogy hitet, energiát fogunk sugározni, adni. A Szatmárnémeti Magyar Társulatban jelenleg 30 színész dolgozik. Az épületben a magyar és a román csapat egy helyen működik. A színházvezetők elmondták, a két tagozatos intézményvezetés gyámsága alatt a magyar társulat nem hozhat felelős döntéseket a saját sorsáról. Éppen ezért a mostani ünnepségen a magyar csapat megfogalmazta jogi önállósodásának igényét is. A társulatnak a következő időszakban egy költözéssel is szembe kell néznie, ugyanis teljesen restaurálni fogják a színház leomlott állapotban lévő 120 éves épületét. Az ünneplés gálaesttel zárult, majd ezt követően a színház kedvelők közösen gyújtottak gyertyát az elhunyt alapítók és művészek emlékére.